Vagy iszonyú volt. Néha már azt hittem, hogy meghalok. Ima támogatást kértem mindenkitől. Jill Horst több mint egy hónapja tüdőgyulladással küzdött. Az antibiotikumok éppen elkezdtek hatni, amikor egy új probléma lépett fel. Az ágyban feküdtem, amikor hajnali 2-kor felébredtem, és erős fájdalmat éreztem a nyakamban. Visszafeküdtem, és azt gondoltam, idővel majd magától rendbe jön. De tévedtem. 4 nap múlva Jill elment az orvoshoz, aki idegbecsípődés diagnosztizált. Nem tudtam így hátrahajtani a fejemet, a jobb kezemet sem tudtam felemelni, ételt sem tudtam magamhoz venni. Hát mit mondjak, rendkívül fájdalmas volt. Jill fájdalomcsillapítót szedett, gyógytornászhoz és csontkovácshoz is járt, semmi nem segített. A férjemnek kellett segítenie. A házasságunk eddigi 26 éve alatt most először kellett neki a munkahelyet itthon maradnia, segíteni, főzni, takarítani és mosni. Igyekeztem mindent betartani, amit az orvos mondott, hogy jobban legyek, de nem volt eredménye. Erős volt a hitében, és gyógyulásért imádkozott. Folyamatosan imádkoztam Istenhez, és az összes barátomat is erre kértem. Istenem, szeretlek téged. Tudom, hogy jó terved van az életemmel. Bár nem értem ezt a helyzetet, de bízom benned mindvégig. Tudom, hogy sokan imádkoznak értem, és ha akarsz, meg tudsz gyógyítani. 3 hét telt el a diagnózis óta, de semmi javulás nem mutatkozott. Éppen a 700-as klub interaktív műsorát néztem. Valami bizsergést, ösztönzést éreztem a szellememben, a bensőmben. Majd Gordon Robertson azt mondta, hogy... Van valaki, aki jobb karját csak részlegesen tudja használni, és ez egy idegkárosodás miatt van. Isten meggyógyította azt az ideget. Ő képes helyreállítani az idegeket. A Jézus nevében. Úgy tűnt, ez nekem szólt. Sok idő után először hátra tudtam hajtani a fejemet. Oda mentem a mosogatóhoz, hogy elővegyek egy poharat és vizet igyak, amiket ezelőtt nem tudtam tenni, még fájdalomcsillapítóval sem. És végre tudtam inni. Isten meggyógyított. Jill karja teljesen rendbe jött, rendesen tudja használni, és azóta sincs problémája, újra élvezi aktív életét. Még egy hondurászi missziós úton is részt tudott venni. A történtek megerősítették a hitemet az ima erejével kapcsolatban. Ha valaki szükségben van, nagyon szívesen imádkozok érte, még inkább, mint ezelőtt.